Kiállítás megnyitóval indult a Szent Iványi programsorozat a Sóstói Múzeumfaluban. A szokásokhoz kapcsolódva idén is a szerelem került a középpontba. A Pásztoróra elnevezésű tárlat a szerelmesek találkozó helyét mutatja be, de az érzések mellett megjelenik a testiség és az erotika is. Bemutatják például a tiszavasvári Kovácsfürdőt is, ahol köztudat volt, hogy lengyel nők várták a férfiakat. A tárlat egész nyáron látogatható, kizárólag 16 éven felülieknek. Szeretnénk bemutatni a pásztortárgyak által a pásztorművészetet, hiszen a pásztorművészet az az egyik jellegzetes bemutatója, hogy milyen szerelmi tárgyak készültek, hogy jelennek meg a szimbólumok, a szerelmi szimbólumok a tárgyakon. Ezekből mutatunk egy nagyon szép válogatást, és a Tiszavasvári-Vasvári Pán Múzeum volt a segítségünkben, hiszen ez a nyíri mezőségi Hortobágy széli kis múzeum rengeteg pásztortárgyat őrzött meg a jövő nemzedék számára. A hagyományok szerint a sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelenti, ezért is gyújtanak az év legrövidebb éjszakáján tüzet. Ezt a tüzet minden résztvevő átugorhatja Szent Iván éjjelén, ezzel megpecsételik a szerelmüket és egyben előzik a gonoszt.